Újabb nőt öltek meg Ausztriában, ő már az 5. áldozat januárban, megint bevándorló a gyanúsított. Itthon újból nagyot nőttek a keresetek, már csak nem 6 éve töretlen az emelkedés. Újabb havazási hullám érkezik, 9 megyére adott ki figyelmeztetést a meteorológiai szolgálat. És legkevesebb 27-en meghaltak Pakisztánban, sok a sérült, tartálykocsival ütközött egy távolsági busz. Ez a Híradó délben, Széke Varga Edina vagyok, köszöntöm Önöket. Újabb nőt öltek meg Ausztriában, ezúttal Thonban. A 32 éves asszonyt a saját férje szúrta le egy élelmiszerbolt parkolójában. A 36 éves férfit őrizetbe vették a hatóságok. Mindketten Macedóniából származnak. Idén, vagyis 3 hét alatt ez már az 5. gyilkosság volt Ausztriában, amelynek áldozata nő volt, és a 4. olyan, amely bevándorlókhoz köthető. Az osztrák belügyminiszter az újabb gyilkosság kapcsán azt mondta, hogy elege van, és ismét hangsúlyozta, hogy fel kell gyorsítani a bűnelkövető migránsok kitoloncolását. Herbert Kickl most is beszélt az elkülönített tranzitzónákról is, ahol folyamatosan szemmel tarthatnák az erőszakos bevándorlókat. Még órákkal a gyilkosság után is helyszíneltek a nyomozók ennek a Thoni élelmiszerboltnak a parkolójában. A 32 éves nőt a saját férje szúrta le, az asszony azonnal meghalt. A 36 éves férfit őrizetbe vették a hatóságok. A házaspár Macedóniából származott. Azt egyelőre nem tudjuk, hogy voltak-e szemtanúk a parkolóban. A nyomozás tart, ellenőrizni fogjuk a térfigyelő kamerák felvételeit is. Ha kiderül, hogy voltak szemtanúk, akkor ki fogjuk őket hallgatni, mondta az alsó ausztriai rendőrkapitány. Idén ez már az 5. gyilkosság volt Ausztriában, amelynek áldozata nő volt, és a 4. olyan, amely bevándorlókhoz köthető. Január elején egy 40 éves nőt gyilkolt meg brutálisan török férje Amsterdamben. Az osztrák lapok arról írtak, a férfi 38 kés szúrással végzett a feleségével saját gyermekei szeme láttára. Egy hete egy 25 éves nőt szúrt le a saját 21 éves öccse a bécsi főpályaudvaron. A gyanúsított egy etióp származású férfi szakácsként dolgozott Ausztriában. Vélhetően drogügyletben vett részt, emiatt alakult ki közöttük vita, majd egy konyhakéssel leszúrta a nőt a pályaudvaron. Bécsújhelyen pedig egy 16 éves osztrák lányt folytott meg a barátja, egy szíriai bevándorló. A lány holttestére egy parkban találtak rá, a tettes az ágak és lehullott levelek alá rejtette. A rendőrök szerint az áldozat szakítani akart a férfivel, aki ezért megverte és megfojtotta. A feltételezett szírgyilkost azóta elfogták. Kiderült, már korábban is voltak rendőrségi ügyei. Tavaly október óta ki akarták utasítani az országból, mégis maradhatott. Szombaton este több százan tiltakoztak Bécsújhelyen a migráns bűnözés ellen. Sokan mécseseket is gyújtottak. Valaminek változnia kell, ez biztos. Ha valaki bűncselekményt követel, azt azonnal ki kellene utasítani az országból. Nem lenne szabad megvárni, amíg valaki meghal, mondta az egyik tüntető. Az osztrák belügyminiszter az egyik kereskedelmi televíziónak adott interjújában a legutóbbi gyilkosság kapcsán azt mondta, elege van és azonnali szigorításokra van szükség. Herbert Kickl ismét hangsúlyozta, hogy a bűnelkövető migránsokat a jövőben gyorsabban toloncolnák ki, és ha ez segíteni a folyamatot, nem feltétlenül abba az országba küldenék őket vissza, ahonnan jöttek, hanem egy harmadikba. Az osztrák belügyminiszter ismét beszélt a tranzitzónákról is, ahol folyamatosan szemmel tudnák tartani az erőszakos migránsokat. Ezeket a zónákat akkor vetnék be, ha a kitoloncolás minden formája kudarcba fulladna. Az olasz nagykövetet berendelték a francia külügyminisztériumban, Luigi Di Maio olasz miniszterelnök helyettes vasárnapi nyilatkozata miatt. Az öt csillag mozgalom vezetője ugyanis úgy fogalmazott, hogy Franciaország gyarmatosító gazdaságpolitikájával elősegíti, hogy migránsok tömege hagyja el Afrikát és eljussanak az olasz partokhoz. Az olasz politikus szerint az EU-nak Franciaországot kellene szankcionálnia, mert politikájával ő felelős a kialakult migránsválságért. Franciaország csak saját gazdasági érdekeit veszi figyelembe, és ezzel elősegíti, hogy menekültek tömege hagyja el Afrikát, és akár életüket kockáztatva is eljussanak az olasz partokhoz. Így fakad ki Franciaország politikája miatt az olasz miniszterelnök helyettes. Luigi Di Maio szerint Franciaország a múltban és most is csak a saját érdekei szerint cselekszik.
Kilátástalan az ott élő emberek élete, mert egyes országok, élükön Franciaországgal, soha nem hagytak fel az afrikai országok gyarmatosításával, kihasználásával. Az EU-nak ezért nem migránsokat elutasító országokat kellene szankcionálnia, hanem elsőként Franciaországot, amely felelős a földközi tengeri migránsválságért. Hangsúlyozta Luigi Di Maio, az Ötcsillag mozgalom vezetője vasárnap. Szavai akkora felháborodást keltettek Párizsban, hogy az olasz nagykövetet azonnal berendelték magyarázatra a francia külügyminisztériumba. Már tavaly június óta feszült a viszony Párizs és Róma között az Európát fenyegető migránsáradat miatt. Amíg az olasz kormány határozottan elutasítja újabb migránsok befogadását és zárva tartja kikötőit a civil szervezetek hajói előtt, addig Franciaország legalábbis szavakban az Európai Unió migránsbarát politikáját követi. Szakértők szerint akkor mérgesedett el leginkább a két ország viszonya, amikor Matteo Salvini személy szerint nekiment Emmanuel Macronnak. Emlékezetes, az olasz belügyminiszter azt vetette a francia elnök szemére, hogy a francia néppel szemben kormányozza hazáját, mert nem vesz tudomást arról, hogy a franciák többsége is elutasítja gazdaság és menekültügyi politikáját. A két ország konfliktusát élezi az is, hogy a francia hatóságok az olaszok engedélye nélkül szállítják vissza az egyik olasz kisfaluba azokat a migránsokat, akik az Alpokon keresztül jutottak be Franciaországba. A francia rendőrség kis buszokkal szállítja a határa az illegális bevándorlókat. Én el sem hiszem, hogy ilyen mélyre süllyedhet két ország kapcsolata, mondta még decemberben az olasz határváros polgármestere. Szakértők szerint azért próbálkoznak egyre többen átszökni Franciaországba Olaszországból, mert az új olasz kormány szigorította migrációs politikáját, aminek következtében gyorsabb kitoloncolás vár azokra, akik nem jogosultak menekül státuszra. A szíriai konfliktus legfőbb áldozatai a gyermekek, mondta Mário Zenári szíriai apostoli nuncius hétfőn a Pázmány Péter Katolikus Egyetemen tartott előadásában. A bíboros kiemelte, hogy a brutalitás elsősorban a kisebbségeket, leginkább a keresztényeket sújtotta, és közülük is a legvédtelenebbek, a nők és a gyermekek szenvedtek a legtöbbet. A miniszterelnökség üldözött keresztények megsegítéséért felelős államtitkára arról beszélt, hogy a magyar kormány Hungary Helps programjának két célja van Szíriában. Egyrészt életeket szeretnének menteni, másrészt jövőképet, perspektívát akarnak adni az embereknek. Földig rombolt házak, templomok és iskolák, üres utcák, romok és por. Így festette a háborút követően az egykor virágzó szíriai város Aleppo. Az ország északi részén fekvő település elvesztette lakosainak kétharmadát. Sokan elmenekültek, sokan pedig életüket vesztették. A háború sújtotta Szíriában a magyar kormány több humanitárius programot is támogat a Hungary Helps program keretében. Az utóbbi években Magyarország segítségével többen visszatérhettek otthonaikba, de hazánk hozzájárult például a háborús pusztítás miatt segítség nélkül maradt emberek egészségügyi ellátásához is. 8 évvel ezelőtt Szíriát teljesen váratlanul öntötte el az erőszak áradat, a brutalitás pedig elsősorban a kisebbségeket, leginkább a keresztényeket sújtotta. Mondta a szíriai apostoli nuncius hétfőn a Pázmány Péter Katolikus Egyetemen tartott előadásában. Mário Zenári bíboros kiemelte, a helyi keresztény egyházak által működtetett kórházak nem csak keresztény betegeket gyógyítanak. A muszlimok pedig sokszor a kórházakban csodálkoznak rá, hogy azoktól kapnak segítséget, akiket hitetlennek neveztek. Ez a legkevesebb, amivel tartozunk a szenvedő emberekkel, hogy felismerjük az ő fájdalmukat, meghalljuk az ő segélykiáltásukat. A miniszterelnökség üldözött keresztények megsegítéséért felelős államtitkára arról beszélt, hogy a magyar kormány Hungary Helps programjának két célja van Szíriában. Egyrészt életeket szeretnének menteni, másrészt jövőképet, perspektívát akarnak adni az embereknek. Azbej Trisztán hozzátette, csak Szíriában 5 iskola működését támogatják, és segítik a szintén szíriai nyitott kórházak programot is. Itt arról van szó, hogy az egész egészségügyi ellátásnak a közelfele, vagy talán bíboros atya beszámolóra több mint fele, egész egyszerűen megsemmisült. Itt emberek halnak meg, ennek a pusztításnak a nyomán
több ember hal meg, mint amennyit meggyilkoltak a háború során. A miniszterelnökség parlamenti államtitkára arról beszélt, hogy míg a nagy országok, birodalmak állampolgárai, ha konfliktus sújtott a régióba látogatnak, azonnal meg akarják oldani a több évszázada fennálló problémákat. Addig a kis országok, így Magyarország is úgy gondolja, hogy nem képes igazságot szolgáltatni. Nem tudja megoldani a konfliktusokat. Azt viszont azonnal megéreztük, azon túl, hogy nem fogjuk tudni itt az évezredek problémáit feloldani, hogy vannak barátaink, vannak szövetségeseink, vannak testvéreink azokon a területeken, akiken nem azért kell segítenünk, mert geopolitikai értelemben ez érdekünkben áll, hanem azért, mert ők a testvéreink, a barátaink és az emberi értelemben vett szövetségeseink. Orbán Balázs hozzátette, az elmúlt 3 évben a magyar politikai, gazdasági és kulturális elit rengeteget tanult, mert felismerte ezt a szövetséget, ezt a természetes összetartozást a közel-keleti keresztényekkel. A Mazsi Hisz és az Egységes Magyarországi Izraelita Hitközség vezetői is elhatárolódásra szólították fel a pártokat és a civileket a Jobbik elnökének feleségéről napvilágot látott felvételek miatt. A videóban Schneider Tamás felesége többször is előre lendíti a karját, az esküvőn pedig más kirekesztő tartalmú vicceken is mulatnak. Schneider Tamás szerint a felvételen csak bohóckodtak. A baloldali pártok a Jobbik belügyének tartják a felvételt, a nagyobbik kormánypárt viszont azt közölte, hogy Magyarországon az antiszemitizmussal szemben zéró tolerancia van. Bátor muzulmán hétre, szíve joga, sokkal jobb, mint hogy a zsidó hétet ért volna. Így vélekedett Schneider Tamás még 2015-ben. A Jobbik mostani elnöke arról beszélt, hogy akkori személyi titkára Dér Zsolt a betyársereg tagjaként áttért a muszlim hitre, de ez még mindig jobb szerinte, mintha zsidó lenne. Bátor muzulmán hétre, sokkal jobb, mint hogy a zsidó hétet ért volna. Ugyanebben az évben készülhetett a Hír TV által vasárnap nyilvánosságra hozott felvétel is. A 3 évvel ezelőtti videón Schneider Tamás felesége a Jobbik elnökének nyakában ülve előre lendíti a karját. Nem sokkal később a mozdulatot a fotósok kedvéért is megismétli. Nagyon nehéz utánozni ennek a buzinak a hangját. A felvételek tanúsága szerint Schneider Tamás és neje a lakodalomban is jól szórakozott, miközben egyik barátjuk egy ismert televíziós műsorvezető nemi identitásán viccelődött. Igazából nem nagyon értem, hogy miért vagyok itt, mert igazából nem vagyok híve a férfinő párkapcsolatnak. A paródiát előadó férfi a vendégek jól hallható örömére az afrikai származású fekete pákút, vagy ahogy ironikusan fogalmazott, Schneider Tamás kedvencét is utánozta. Ők voltak akkor még az a vendégmunkás, az esküvőn a párt vezetői is részt vettek. Ott volt például Vona Gábor akkori elnök, Mirkóczki Ádám szóvivő és Szabó Gábor pártigazgató is. Schneider Tamás most úgy reagált, szerinte csak poénkodtak, és esze ágában sincs lemondani. Ez egy bohózkodás volt, ezt mindenki látja a képeken, úgyhogy szerintem egy magánéleti dologban, ami teljességgel ránk tartozik, az nem politikai tevékenység. Nem mondd le, ugye? Vicc. Bátor muzulmán hétre, szíve joga. A figyelő szerint viszont a korábbi zsidóságról szóló hangfelvétel is bizonyítja, hogy Schneider Tamás nem csak a buli hevében tesz hasonló kijelentéseket. A hangfelvételen például saját maga vallja be azt is, hogy a Jobbik néppártosodása csak álca, amivel a nyugdíjasok szavazatait akarják megnyerni. Nem szabad nagyon erőszakosnak tűnni, mert akkor azt mondja, hogy jaj, ez sem lesz jobb, mint a cigánybűnözők. Na most ahhoz, hogy őket megszólítsd, ahhoz meg egy kedves, aranyos gyereknek kell lenni. Semmi olyan kijelentés nem hagyta el senkinek a száját, ami vállalhatatlan lenne. Schneider Tamástól stábunk azóta többször is szerette volna megtudni, hogy az idősek, a zsidóság vagy a roma származású kisebbség esetében változott-e az álláspontja. Érdemi választ azonban egyszer sem adott. Az ön véleménye változott azóta? Nincs véleményem ezzel kapcsolatban, köszönöm. Nincsen véleménye? Nincs. A Schneider Tamás esküvőjén készült felvételek miatt egyébként a hazai zsidó szervezetek elhatárolódásra szólították fel a civileket és a pártokat.
A Mazsihisz elnöke úgy fogalmazott, a Jobbik csak szavakban változtatott a politikáján. Köves Lomó, az egységes magyarországi izraelita hitközség vezetője pedig hangsúlyozta, egy olyan párt, amely identitását kezdettől fogva rasszizmusra és antiszemitizmusra építette, nem változik meg attól, hogy kijelenti, túlnőtt a fiatalkori eltévejedésein. Az ellenzéki képviselők igyekeztek elhitetni, hogy az MTVA székházában verekedésbe keveredtek, de valójában ők provokáltak. Így értékelte a politikusok decemberi akcióját az Alapjogokért Központ kutatási igazgatója. Az ügyészség is megállapította, hogy a közmédia őrei jogszerűen léptek fel. Az ellenzékiek feljelentéseit azonban elutasították az ügyben. Kapcsolj már ki! Ja. Erős kép lenne, hogy lefekszünk a lépcső elé, és talkorra rakjuk a kezünket. Jó? Ez most komoly. Így tervezték meg az ellenzéki képviselők, hogy a földre hasalnak talkóra tett kézzel az MTV a székházában. December közepén, miután bementek az épületbe, látványos akciókat akartak végrehajtani. A DK-s Varjú László például többször is nekirontott a stúdiót védőőröknek. Az egyik ilyen roham után még mosolygott is, aztán a földön fekve folyamatosan provokálta a biztonságiakat. Ugyan már, ura! Magának ez nem fog menni. Jöjjenek csak ide közelebb. Nem messzire menjenek, jöjjenek közelebb. Ugye? Csak a fejemben elrúgjon, arra vigyázzon. Ne próbálkozom senki meg vele, jó? Senki nem akar. Aha, láttam, éreztem én, hogy mire készül, ugye? Többször is megpróbálták kikísérni az épületből a DK politikusát, de nem volt hajlandó lábra állni. Ehelyett dulakodott, az egyik őr pedig el is gáncsolta. Unhalmi Ágnes az MTV-a munkatársait üldözve a csukott ajtón is át akart jutni. Hatházi Ákos egy korlátra felmászva igyekezett illetéktelenül bejutni a közmédia üzemi területeire. Amikor ezt a biztonsági szolgálat megakadályozta, ő is a lépcsőre, majd a földre vetette magát. A képviselők mindezt úgy kommunikálták élő közvetítéseikben, hogy bántják őket. Bántottak bennünket! A Facebookra viszont ilyen és ehhez hasonló videókat töltöttek fel. Ne löködjön, hát löködnek! Az Alapjogokért Központ kutatási igazgatója az M1-en úgy fogalmazott, a felvételek bizonyítják, hogy a képviselők provokáltak. Az itt jelenlévő képviselő hölgyek és urak sokszor nem a verekedésbe keveredtek, hanem azt szerettek volna kiprovokálni, és olyan testhelyzeteket vettek föl, ami alapján úgy tűnt, vagy úgy tűnhetett volna, mintha bármiféle konfliktus generálódott volna, holott ilyen valójában nem történt. Az ügyészség is azt állapította meg, hogy jogosan léptek fel az MTVA őrei az ellenzéki politikusokkal szemben. Ezért a képviselők feljelentését elutasították. A közleményben azt írták, az országgyűlési képviselők a köztévé székházában nem hivatalos személyként jártak el, és az volt a céljuk, hogy a műsorokat megszakítsák. Ugyanakkor az MTVA és dolgozói sérelmére tett feljelentések tárgyában az ügyészség a közérdekű üzem működése megzavarása büntettének, kísérletének, illetve más bűncselekménynek a gyanúját látja megállapíthatónak, ezért ebben a vonatkozásban a nyomozás elrendeléséről döntöttünk. Ha a nyomozás közben felmerül a bűncselekmény gyanúja, akkor szükséges lehet az ellenzéki képviselők kihallgatása, és az ügyészség kezdeményezheti mentelmi joguk felfüggesztését is. Megint nagyot nőttek a bérek Magyarországon, ma közölte a novemberi statisztikát a KSH. Ez szerint tavaly novemberig egy év alatt több mint 10%-kal emelkedtek a keresetek. A pénzügyminisztérium államtitkára ezt úgy kommentálta, ez azt jelenti, hogy mindenki plusz egy havi bért keresett. A reálbérek emelkedése egyébként már 71 hónapja tart. Ebben döntő szerepet játszott, hogy mind a versenyszférában, mind a közszférában fennmaradt a keresetek magas növekedés üteme, illetve a közfoglalkoztatottak száma pedig folyamatosan csökken. 2017-ben és az első 11 havi adatok alapján a tavalyi évben is több mint egy-egy havi keresettel vihettek haza többet, tehát a magyar munkavállalók. Ez azt jelenti tulajdonképpen, hogy olyan jelentős volt a béremelkedés Magyarországon, hogy ezt úgy is számolhatjuk, mint egy plusz havi javadalomra tettek volna szert.
Berlinben tárgyal az innovációs és technológiai miniszter a német gazdasági és energetikai minisztériumban. Palkovics László a Híradónak elmondta, hogy gazdasági együttműködésről, energetikai és zöld rendszerekről folytat megbeszéléseket. A cél, hogy a két ország közös munkacsoportokat hozzon létre a hatékonyabb együttműködés érdekében. Németország, Magyarország között egy csomó hasonlóság van, az energetika területen van egy sor különbözőség. Itt az a kérdés, hogy a jövőben hogyan tudjuk ezeket a viszonyokat máshogy alakítani. Nagy német cégek Magyarországon az energetikai szektorban erőteljesen jelentek meg. Magyarország is bizonyos szempontból meg tud jelenni Németországba. Közösen kell arról beszélnünk, hogy milyen jövőt látunk a megújuló energiaforrásoknak, az energiamixnek, melyek azok a technológiák, például a galvanikus tárolás, tehát a villamos energia rendszerben a tárolásnak a kérdése. De Németország nagyon sikeres a rendszerirányítás területén, ebből szeretnénk tanulni, szeretnénk megoldásokat átvenni, ez pedig az energetikai munkacsoport lesz. Ma van a Magyar Kultúra napja. Kölcsey Ferenc 1823-ban ezen a napon fejezte be a himnusz kéziratát. Országszerte díjátadókkal, irodalmi estekkel, könyvbemutatókkal, koszorúzásokkal és képzőművészeti programokkal is ünnepelnek. Az emberi erőforrások minisztere arról beszélt, hogy a magyar kultúra nagyon ősi, sajátos és egyedi, amely az idők során kiteljesedett a keresztény életszemlélet, a keresztény megközelítések értékeivel. Kásler Miklós kiemelte, hogy a kormány értékorientált nevelésre törekszik, ezért az igazi klasszikus európai, magyar és keresztény értékeket helyezi előtérbe. Az egész emberiség kultúrája lenne szegényebb, ha nem lennének olyan emberek, nem lenne egy egész nemzet, aki ápolja a saját örökségét, kulturális örökségét, ne tenne hozzá ismételten és ismételten, és ne szintetizálná a régit az újjal. Felavatták a világ leghosszabb múzeumi interaktív videófalát a Szépművészeti Múzeumban a Magyar Kultúra napján. A magyar fejlesztésű 15 méter széles, 21 kijelzőből álló érintőképernyős fal csaknem 300 műtárgy adatait tartalmazza. Ezekről nem csak egy rövid leírás található, hanem egy térkép is, amely megmutatja, hogy az adott tárgy hol található a múzeumban. Az intézmény igazgatója elmondta, hogy a fejlesztés célja többek között az, hogy a fiataloknak is kedvet csináljon a történelem megismeréséhez. Közel 5000 év kultúrájának, egyetemes kultúrájának több száz kiemelkedő műtárgyát láthatják közelebbről izgalmasan egy digitális módon megoldva, és kiki magával egy önálló utat állíthat össze abban az állandó gyűjteményben, amit most napról napra eznek a falnak a segítségével sokkal izgalmasabb, erősebb fókuszba kerül, mint eddig. Ma kiderül, hogy lesz-e idén is magyar jelölt az Oscar gálán. Az Amerikai Filmművészetek és Filmtudományok Akadémiája délután teszi közzé a legjobb filmek és filmkészítők listáját. Két kategóriában is van magyar alkotás. Rövid filmek mezőnyében Tóth Barnabás Susotás című műve legjobb egész estés animációs kategóriában pedig a Filmalap által teljes egészében támogatott animációs mozi Milorad Krisztis Ruben Brandt a Gyűjtő című alkotása esélyes. Az Oscar jelöltek kihirdetését élőben közvetítjük itt az M1-en a 14 órai híradó után. A közép-amerikai Costa Rica fővárosában, San Joséban véget ért a katolikus ifjúsági világtalálkozó előrendezvénye, az úgynevezett missziós hét, amelyen 40 magyar fiatal képviselte hazánkat. Az ifjú zarándokok a misék mellett számos kulturális és szabadidős rendezvényen vehettek részt az elmúlt napokban. Zárásként a csoport ellátogatott a kartagói Szent Angyalok Királynője Bazilikába, az 1635. március 2-ai Mária jelenés helyszínére, majd ezután elindultak a világtalálkozó helyszínére Panama városba. Costa Ricában utolsó pillanataikat töltjük éppen. Nagyon sok kedves dologban volt részünk, nagyon szerettek minket az emberek, nagyon sok ajándékot kaptunk, nagyon sok kegyelmet, nagyon sok helyre látogathattunk el, és bízunk abban, hogy a Jóisten segítségével hasonló módon szintén családi szeretetben, közös imádságban és rendkívül jó rendezvényekben lesz részünk. Ehhez kérjük most Istennek a segítségét is, picit még imádkozunk és indulunk Panamába.
Újabb intézményekben rendeltek el látogatási tilalmat az influenza miatt. Mától a Miskolci megyei kórházban, hétfő óta pedig a debreceni Kenézi Gyula egyetemi kórházban sem lehet betegeket látogatni. Így már országszerte 32 helyen van részleges vagy teljes korlátozás. Múlt héten kezdődött hivatalosan a járvány, több mint 19 000 betegedtek meg. Nagyjából egy hónapig tarthat még. Az orvosok továbbra is azt mondják, hogy érdemes beadattatni a védőoltást. Az ország délkeleti részén több helyen esik már a hó, 9 megyére adta ki figyelmeztetést, például Jász-Nagykun Szolnok megyére is. Kapcsolunk is Szolnokra, ott van Tálas László, szervusz, nálatok eddig mennyi hó esett? Szervusz, én is köszöntöm a nézőket, mint látható mögöttem Szolnok belvárosában. Most is sűrű hóesésben gyönyörködhetnek, vagy miatta éppen bosszankodhatnak a helyiek. A hóesés egyébként itt hajnalban kezdődött a megye középső és déli részén. Rögtön történt is egy baleset. A 44-es úton egy autó árokba csúszott a síkos út miatt, szerencsére személyi sérülés nem történt. Egyébként pillanatnyilag a megye útjai mindenütt járhatóak. Jól lehet, a közútkezelő fölkészült az esetleges szükség állapotra, 4000 tonna kősó tárasztak be, illetve 25 sószoróval felszerelt hóekét küldenek ki az utakra, ha arra szükség van, de hangsúlyozom, az utak jelenleg mindenütt járhatóak. Az előrejelzés szerint a délutáni órákban a havazás súlypontja a megye északi részére tevődik át, de ettől függetlenül körülbelül 70%-os az esélye annak, hogy itt Szolnokon és a környező településeken megállás nélkül esik majd a hó egészen estig. Pillanatnyilag ennyit tudunk elmondani innen Szolnokról, stúdió. Tálas Lászlónak Szolnokról köszönjük szépen. És meteorológusunk Brockhauser Barbara itt van már velünk a stúdióban. Szervusz, mennyi hó eshet ma? Szia, és köszöntöm a kedves nézőket is. Egy mediterrán ciklon csapadék zónája ért el dél felől a Kárpát-medence térségét. Ennek a mozgását láthatjuk itt a radar felvételen, ez az elmúlt 12 óra eseményeit mutatja, és megfigyelhető, hogy a csapadék zóna fokozatosan észak-kelet irányba húzódik. Az előrejelzések azt mutatják, hogy éjszaka is több felé kell havazásra készülnünk, és szintén azt mutatják, hogy az előrejelzések, hogy egy újabb intenzív csapadék zóna éri el majd az éjszakai időszakban szintén a dél felől az országot. És lássuk akkor, ez mit jelent centiméterben. A déli területeken számíthatunk holnap reggelig a legtöbb hó mennyiségre, itt akár 10-15 cm is kialakulhat, és észak felé haladva egyre kevesebb ez a hóvastagság. Az északkeleti területeken, illetve az északi tájakon általában 0 és 2 cm-nyi friss hó hullhat egészen holnap reggelig. Valamint a holnapi nap folyamán még a délelőtti időszakban számítanunk kell több felé havazásra. A délutáni óráktól egyre inkább megszűnik majd a csapadék. Barbara, köszönjük szépen, még több részlet a híradó után. Gázrobbanás történt Veszprémben. A katasztrófavédelem és a gázszolgáltató munkatársai jelenleg is a helyszínen dolgoznak. És kapcsolunk oda, ott van tudósítónk Ridavics Pál. Szervusz, lehet-e már tudni, hogy mi történt? Az, hogy pontosan mi történt, azt majd a tűzvizsgálat fogja kideríteni. Jelen pillanatban erről még nem nyilatkozik a katasztrófa védelem. Azt minden esetre el tudom mondani innen a helyszínről, hogy vezetékes gáz is be van kötve az épületbe, illetve az épületben találtak két gázpalackot is. Nagy valószínűség szerint ezek közül valamelyik robbanhatott föl. Az épület az gyakorlatilag lakhatatlanná vált, két személy tartózkodott a robbanás közvetlen környezetében, egyikük könnyebben sérült, őt amennyire tudjuk már kiengedték a Veszprémi Csolnoki Ferenc kórházból. A másik sérültet viszont amennyire tudjuk átszállították Győrbe, a győri Petszaladár kórházba, ő súlyosabb égési sérüléseket szenvedett. Ahogy már említettem, az épület lakhatatlanná vált, úgy tudjuk, hogy összesen 9 fő az, aki ebben az épületben lakott, több lakás is ki van alakítva ebben az épületben, az épület hátsó traktusaiban. Nemrégiben a helyszínen járt Veszprém polgármestere Porga Gyula, aki azt mondta, hogy intézkedni fognak arról, hogy ez a 9 fő azonnali vagy átmeneti lakhatást kapjon. Egy főről biztosan tudjuk, hogy neki már az éjszaka folyamán egy átmeneti szálláson fognak helyet biztosítani, a többiekről pedig középtávon, illetve hosszú távon fog majd gondoskodni az önkormányzat, ők egyelőre barátoknál, családoknál fogják tölteni az éjszakát, és a következő napokban intézkedik az önkormányzat az ő lakhatásukról. Ridavics Pálnak köszönjük szépen!
tartálykocsival ütközött egy távolsági busz Pakisztánban. Legkevesebb 27-en meghaltak és többen megsérültek. A baleset helyszínén mindkét jármű kigyulladt a tűz miatt, egy időre le kellett állítani a mentést. Pakisztánban gyakoriak a balesetek, évente több ezren halnak meg az utakon. Több méteres lángok csaptak fel, miután egy távolsági busz frontálisan összeütközött egy tartálykocsival Pakisztán délnyugati részén. A baleset Karacsi kikötőváros közelében történt. Az Iránnal határos Belucsisztán tartományba tartó autóbuszon a sofőrrel együtt 40-en voltak. Az autóbusz durdefektet kapott és a tartálykocsiba rohant, majd kigyulladt. Akkora volt a tűz, hogy alig tudtuk megközelíteni a járműben rekedt embereket, mondta a mentőegység vezetője. A felcsapó lángok miatt egy időre leállították a mentést. A balesetben sokan életüket vesztették. 4 embert súlyos égési sérülésekkel a Karacsi kórházba szállították. Az áldozatok felismerhetetlenné váltak, ezért DNS vizsgálattal fogják azonosítani őket. Szemtanúk szerint a távolsági buszon műanyagkannákban Iránból csempészett üzemanyagot is tároltak. A balesetben mindkét jármű teljesen kiégett. Pakisztánban a rossz útviszonyok és az elavult járművek miatt gyakoriak a balesetek. Ráadásul a legtöbbször a sofőrök sem tartják be a közlekedési szabályokat. A karacsi kormány szerint évente mintegy 5000-en halnak meg az utakon. Az egyik legsúlyosabb tragédia 2017 nyarán történt. Egy tartálykocsi felborult Kelet-Pakisztánban. A rendőrség figyelmeztetése ellenére az arra haladó autósok, illetve a környező települések lakói elkezdték összegyűjteni a tartályból kifolyó üzemanyagot. A tartálykocsi azonban hirtelen felrobbant és kigyulladt. A tűzben több mint 200-an meghaltak.